Most egy nagyon más témát hozok föl, szinte személyes jellegű. Körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor találkoztam veled, már akkor hallottam téged beszélni az úgynevezett irkai jóslatokról. Sőt, én igazából tőled hallottam először, annak ellenére, hogy olvastam a Jotengrit című könyvet, és valahogy elkerült ez mégis a benne lévő jóslatok a figyelmemet. Azt tudom, hogy te rendszeresen foglalkozol ezekkel a jóslatokkal. Miért? És tulajdonképpen szerintem jó lenne, ha nézőknek elmondanánk, hogy miről is van szó. Hát igen, én megvettem a Jotengrit első három kötetét, és akkor most tavasszal a könyvásáron mondja Püskép Pista, hogy megjelent a negyedik kötet, és délután fog dedikálni itt a Máté Imre. És kértem, hogy én már nem leszek itt, én délig vagyok itt, és akkor dedikáltassa nekem a negyedik kötetet. Na most a második kötet végén lelhető fel a nyírkai jóslat. De én nem csak ezt a könyvet olvasom, hanem sok ehhez kapcsolódó könyvet, amit felülről kapja az ember a sugallatot. És bizony, amikor elolvastam a nyírkai jóslatot, először én beleborzongtam, és akkor elkezdtük fejteni, hogy miről is szól az egész. És hogy hány évet ölel át. Ugye akkor ez a hét magyar táltos a hanságba kiment a Rókadombra, a Csordakluthoz, mert olyan helyzetben volt az ország, és semmi jelet nem kaptak, hogy tudni akarták, hogy mi lesz az ország jövőbeli képe. És egészen döbbenetes, hogy az első kezd a berlini felkeléssel, és akkor utána jön 56. Jön 56, és akkor a tétovázó öreg ember, ez a Nagy Imre, a Vasmacskák városának a fattya, az a Kádár János, aki megöli a tétovázó öregembert. Aztán lehet tovább fejteni, a négy folyó városában kiejtenek egy igaz embert az ablakon, ez pedig a Szigeti Attila, akit kidobtak 57-ben az ablakon a nyomozaton. Ő volt a forradalmi munkástanács elnöke. Aztán ugye az a sok fiatal, akiért bosszút áll. Szóval Kádár, nagyon sokan elmennek, nagyon nagy az érvágása az országnak, és utána jön azok a jóslatok, amik ide juttatták tulajdonképpen az embereknek a gondolkodásmódját. Azt mondja, hogy a ház, illetve a ház az nem otthon. A gyerek nyűg. Na most, ha belegondolunk abba, hogy én nem csak a nyírkai jóslatot ismerem, hanem a KGB 45 pontját, amikor azt mondja, hogy kell lakásokat építeni, úgy kell lakást építeni, hogy ne lehessen bővebben élelmet tárolni. Hát ezek a kádárkattárok. És körülbelül ebbe az időbe kezdtek épülni a panelek. És benne van, tehát nyomon lehet követni a nyírkai jóslatban. De lesz tovább. Ugye azt mondja, hogy rozsdásodik a lánc, a medvének a lánca. A két farkú oroszlán, annak is a kerítését ledöntik, de nem hálás. Ez a csehszlovák. Aztán ketté válnak, és akkor lesz a szlovák, meg a cseh. De nem hálás. Hát egyáltalán valóban nem hálásak. De azt mondja, hogy a jóindulatú öregember, illetve a jóindulatú beteg az az Antal József. Ő a miniszterelnök, de más uralkodik. Aha. Szóval azért ezek érdekes dolgok. A tengeren túlról is galamb képében jön át a karvaj. Ez Amerika. Aha. Itt van, diktál. Szóval egészen érdekes dolgok, egészen a máig. Ma van, jön aztán a visszajön, ugye, kiengedik a szürke marhát a legelőre, a napfény, de nem ők élvezik a napfény, jön vissza Horn Gyula. Aztán jön az Orbán, őt letaszítják, és akkor utána jön a szűkszavú kamarás, ez a Medgyesi. De hátba támadják, a koronázatlan cár segítségével hátba támadják. És jön a Paprika Jancsi, ez a Gyurcsány. Milyen jó rátaláltak erre a névre, tényleg Paprika Jancsi. És a nép örül neki, nem látja rajta a rángatózó madzagokat.
És most van ott, hogy elmegy kuncsorogni, most volt az IMF-nél kuncsorogni, hogy a saját hatalmát stabilizálja. Itt minden bejön. Jó, Marika, hogyha ez így behelyettesíthető, illetve gyakorlatilag, mint a Nostradamus jóslatban ugyanúgy fölvéli fedezni az ember a közelmúltat, illetve a mostani időket is, akkor mi lesz? Lesz. A jóslatunkban lesz. Azt hiszem, hogy ez megvan a Bibliában is írva, de megvan írva a nyírkai jóslatban is, úgyhogy jó lesz, ha visszatérünk a hitre. És imádkozzunk, és forduljunk egymás felé szeretettel, ha nem akarunk egy polgárháborút.